Csordultig van a szívünk hálával, szeretett, szerető mennyi édesatyánk. Köszönjük, hogy ilyen kegyelmi áldásokban, napokban részesítsz bennünket, érdemtelen, bűnös gyermekeidet. Köszönjük, hogy láthatjuk ilyenkor, hogy a te szereted, a szereteted működőképes, megmozdít embereket, és a te megbocsájtó kegyelmed és szereteted naponként kiárad, a mi időnkben is kiárad, mindazok felé, akik hozzád járulnak, akik megbánják bűneiket, akik bocsánatot kérnek tőled, te azoknak megbocsájtasz és kiárasztod a te szeretetedet. Köszönjük, hogy ez volt tapasztalható egész héten, testvéreink életében és a mi életünkben, hogy te szeretsz minket, és mi is szeretünk téged. Imádunk és magasztalunk ezért. Áld meg most a további perceket a mi részünkre, nyisd meg ígédet, értelmünket, hogy együtt időzve dicsőséget adjunk a te nevednek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és a zenekar szolgálatát.
Keressük meg a bibliórai igéket, ami erre a napra ki van tűzve. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele első részéből. Az ige olvasását a 11-es versen kezdjük, és a rész végéig olvassuk az igéket. Tehát a Galácia beliekhez írott levél első rész, 11-es verstől olvassuk az igéket. Akik akarnak, egy-két ige verset olvashatnak. Olvasom a 11-es verset. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Nem láttam, hanem csak Jakabot az Úr, atyafiát. Amit pedig nektek írok íme, az Isten szín előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Szicília vidékére, de a keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek. Köszönjük szépen, eddig tartanak az igék. Az aranymondást is most már jobban, ha valakik megtanulták, az ugyanebből a részből, a Galata első részből, a 11-es és a 12-es vers. El lehet mondani a gyerekek, ha nem, akkor elmondjuk együttesen is. Kérjük a gyerekek. Tudtatokra adom testvéreit, hogy az evangélium, amelyen én hirdettem, nem emberektől származik, mert én nem emberektől vettem, nem is tanítottam rá, hanem Jézus Krisztus iratkoztatásából kapnak. Tudtatokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus iratkoztatásából kapnak. Tudtatokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus iratkoztatásából kapnak. Köszönjük szépen a gyerekeknek! Nem is csak egy vers volt, kettő. Nem nagyon könnyen érthetők ezek a versek, de ha ők is odafigyelnek, és mi is odafigyelünk Isten szavára, akkor megértjük azt, hogy mi az ő üzenete ezen ige szakasz által. Azért vannak a bibliórák, azért tartunk bibliórákat a gyülekezeteinkben, hogy egymás hite által, az ige által és egymásunk bizonságtevése által épüljünk. Ez a cél. Istennek célja van minden emberrel, de a célját csak azon emberek életében tudja elérni, akik hallgatnak őre jár, akik hallgatják az ő igéjét, akik törődnek Isten szeretetével és az ő kijelentett igéjével.
Ezen igeszakasz központi gondolata, én csak röviden bevezetem, a következő. Az evangélium természete. És az aranymondásban nagyon szépen elmondták, vagy felolvasták a gyerekek, hogy az evangélium nem emberi természetű. Az Isten igéje őtőle származik, tehát jó lesz hangsúlyt helyezzünk ez alkalommal arra, hogy az evangélium az isteni természetű dolog. Istenből ered. János az evangélista az első versében már nyilatkozik erről, hogy kezdetben vala az ige, és az ige Istennél vala, és Isten vala az ige. Ő maga az ige, és ő leköltözött közzénk, az ige pedig testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Ilyen dicsőséges természetű az evangélium, az Isten igéje. És milyen nagy kegyelem az, hogy Pál apostol pedig az Istennek egy nagyon kiválasztott eszköze, szolgája, vállalta ezt az evangéliumot, ezt az isteni természetű igét a pogányok közé elvinni. Hála a jó atyának, hogy van terve velünk, és van jövője a gyülekezetnek, ha vannak kicsin gyerekek, meg vannak fiatalok. Örülünk neki. Tehát az ige, az evangélium az isteni természetű dolog. Úgy vegyük a kezünkben az Isten igéjét, a Bibliát, úgy olvassuk ezeket a dolgokat, mert ez a beszéd nem emberektől származik. Ebben megtartás van, ebben hatalom van, mert az ige, a Biblia isteni természetű. Testvéreim, jó lesz erről bizonságot tenni, mert egyedül változást az emberek életében csak az Isten igéje tehet. Sokszor mi szeretnénk, hogy gyermekeink, unokáink, családjaink megváltozzanak, sokszor mondjuk is ezt nekik, szólítjuk, de ameddig Isten az ő ige által nem szólít meg valakit, ameddig ő valakit nem kényszerít tétre, bűnbánatra, addig nincs változás. És milyen jó az, hogy Pál apostol Istennek szolgálja, aki vállalta, hogy az evangéliumot szétvigye a pogányok között, az ő munkája nyomán történtek megtérések a pogány nép között. És így jutott el az evangélium hozzánk is. És az evangéliumnak ma is ereje és hatalma van. Ne veszítsük el a reményt, testvérek, ahol még vannak itt-ott gondok családjainkban, ismerőseink életében, szeretteink között, vagy a saját életünkben. Ne veszítsük el a reményt, mert az Isten igéje isteni természetű, és annak ma is van hatalma munkálkodni a szívekben. Az is igaz, hogy lelkünk ellenségének is van hatalma, de az Isten igéjének nagyobb a hatalma. És az Isten igéje győzött sokak életében, és győzni fog ezután is. Ezért legyen áldva és magasztalva az ő szent neve. Isten kijelentette az ő fiában, hogy minden embernek megbocsájt. A testélet íge tulajdonképpen Jézus Krisztus maga. És aki befogadja az ígét és az Isten üzenetét, az magát Jézus Krisztust fogadja az életében. És én azért imádkoztam és imádkozok, hogy ez valóság legyen minden hívő ember életében. Akkor, amikor Pál apostol munkálkodott a galáciai tájakon, abban a tartományban, akkor is voltak olyan emberek, akik megpróbálták félre magyarázni az ígét és Pál apostolnak a munkálkodását. Úgyhogy, amikor Pál apostol által megalakultak a gyülekezetek, jöttek olyan úgynevezett tanítványok, akik félre akarták vezetni a megtért hívő embereket az Isten útjáról. És tanulmányozzuk komolyan a Galácia beliekhez írott levél első részét, Pál apostol határozottan kijelentette, hogy ne hallgassatok a tévtanítókra, se azoknak szavaira, sőt, még ha mennyei angyalok jönnek, és azok is másat prédikálnak, mint amit én prédikáltam nektek, átok legyen.
Ezt most nem olvastuk fel, de az előző igeversekben erről beszél Pál apostol. Testvéreim, egy olyan világban élünk, egy olyan szabad világban élünk, amikor a hamis profétáknak a száma megsokasodott, és a lelkünk ellensége megpróbálja még az igazán megtért hívőket is eltérítni az Isten útján. Ezt tapasztaljuk. Ez nem csak Aradon tapasztalható. Ez tapasztalható Erkeden is, a belvárosi gyülekezetben is, bárhol tapasztalható. Mert a lelkünk ellensége tombol, hogy amíg az igazak is napjainkban alig-alig álljanak vagy állnak meg. Vigyázzunk, legyünk figyelmesek, figyeljünk Isten igéjére, mert őnála erő és hatalom van. Gondolom, még vannak zenekari számok. Kérünk egy zenekari számot, és beszéljünk arról, hogyha az Isten igéje változást hozott a mi életünkben. És kérem a vendégtestvéreket is, a helybeli testvéreket is, rövid élő bizonságtevésekre. A zenekar szolgálata. Thank you.
itt lehetek, és egy ilyen alkalman lehetek részt, testvéreimmel együtt, az ergeli testvérekkel. Az aranymondási ígétől olvasom fel, még egyszer. Tudtotokra adom pedig atyám fiaihoz az, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való, mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Hisszük azt és tudjuk azt, hogy a Jóisten kegyelméből lehetünk az ő gyermekei, Erkeden, Szent Miklóson, és úgy, hogy mondták, hogy a belvárosi gyülekezetben is. És csak is az ő kegyelméből jöhettünk el ide is, imaház építésre. És ez az ő kegyelme az, hogy hogy ilyesmi, hogy az evangélium terjedhet. Azt mondta Pál apostol, hogy nem embertől vettem. Én sem azért jöttem, mert küldtek, vagy mert így szokták, vagy mert úgy hallottam, hogy ez jó dolog, hanem azért, mert belső indítatásból, az Úr Jézus iránti szeretetből tettem ezt, és hiszük, hogy tettük ezt az erkedi testvérekkel. Hát az én számomra, amit a Szent Miklósi testvérek vállalnak és vállaltak, ez nagy. És én kívánom azt, hogy amit elkezdtek az Úr kegyelméből, hittel tudják azt folytatni és befejezni. A Jóisten áldja meg ebben a munkájukban is, hogy itt Aradon is az evangéliumot minél többen meghallják, elfogadják az Úr Jézust, és legyenek követői. Az utolsó versben azt mondja, hogy és dicsőíték bennem az Istent. És nem azért van, hogy ez látszódjék valójában, hanem hogy dicsőítsék bennem, hanem hogy az Jóisten neve dicsőítsék fel ezáltal is. Ez a mi hitünk, és ezt valljuk, és ezt valljuk továbbra is, és ebben maradjunk meg. Kívánom a testvérünk is, ámen. Az evangélium természetem ott olyan az igénynek, azt mondja Pál apostol 13-as versben, mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom. Ezt én is elmondanám Pál apostollal együtt, hogy milyen volt az én egykori magatartásom 12 évvel ezelőtt, amikor még nem voltam megtérve. Nagyon sok bűn sorolhatnánk is fel, hogy mi minden kötött le, és milyen veszélyekben voltam, és milyen veszélyeknek voltam kitéve, de hálálok Istennek azért, mert az evangéliumnak van ereje, és van egy olyan természete, amely meg tud változtatni embereket, magatartását, viselkedését, jelenvonását. A legjobb példájára az evangélium természetének a megmagyarázása az Úr Jézus Krisztus, aki eljött erre a földre, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másoknak. Nem azért jött, hogy megbántsa testvéreket, vagy rosszat tegyen, hanem az ellentétét, a jót tegye. Nem azért jött, hogy eltitkolja Isten üzenetét, hanem azért jött, hogy hirdesse, továbbítsa az evangéliumot. És ez egy olyan példa számomra, amely egy kicsit hanyatlóban van, vagy épp gyengélkedik benne. És ez az égő szólót hozzám megérintett, hogy igenis ezt a természetet fel kell vegyem. Ebben meg kell erősödjem, hogy az evangéliumnak a természetét, amit Isten kimutat, megmutat, azt tudjam képviselni, tudjuk képviselni. Kívánom azt a kedves gyülekezetnek, hogy ez a természet, amelyet az evangélium tud az emberen művelni, ez jellemezze életünket. Mert ez a mi fő célunk ezen a földön. Hirdessük, kövessük Isten akaratát.
kívánom a szívemből. Amen. Mi kérjük egy bizonságtevő szavat, és utána a zenekar. Testvéreim, senkérem se ízik jobban ez az ige, amit a testvéreim is olvasott, mint én az. Ezt hallottátok, mint fordulottam és egykor az igazságtól, hogy én feleségben háborodtam az Isten anyaszentét arra, és pusztítottam azt. És felülmúltam az idóságban, nem tettem belőle sok tortásomat, szertelett vajonban napjait hagyományozni. De amikor az Istennek tetszett, kiválasztott engem az én anyám éjtőkodba, és elhúzott az ő kegyelmet. Csodálatos ez az utolsó ige vers. A Jóisten még az olyat is el tudta hívni, mint én tudtam. Az elkezdi testvérek nem tudják le, talán egy-két személy közül. És a fiataloknak elmondtam, hogy fiatal testvéreim, ha ti az összes bűnöteket és a gyülekezet az összes bűnét egymás mellé tennék, akkor sem lenne annyi, mint amennyit én negyedül elkövettem. Mert közületek meg vagyok győződve arra, hogy ennyiig sem káromolta annyit az Isten, mint én. A betyárok tanulhattak volna tőlem sajnos, nagyon csúnyán beszéltem, és nem, hogy csúnyán beszéltem, hanem állandóan harcban, vitában voltam a jövőben. Semmi sem volt jobb. Minden másképpen akartam, nem törődtem bele semmit, hogy úgy van jól, hogy van. Fellázadtam. Mikor 10-12 éves voltam, akkor fellátottam az Úrán, az Istenem. Az okok emberi okok voltak. Az anyám betegsége, az öcsém betegsége, a szegénység, a problémák. És ezek annyira fellázítottak, hogy abban a 10 éves gyerekből, amelyik minden vasárnap ott volt az imaházban, vagy ha nem is éppen minden vasárnap, de majdnem minden vasárnap ott voltam az imaházban. 3 éves koromban a nagyanyámmal, később édesanyámmal. Annyira meg tudott a sárcán fogni, hogy ami volt addig, azt mint a ujjával kitörölt a szívemből. És csak egy dolog miatt nem akartam tovább a Jóisten házára járni. És ott hagytam az imaházat. Mikor azt mondtam, hogy én többet oda nem teszem a lábam, 10 évesen mondtam ezt, akkor már a következő vasárnap én már oda nem mentem. Majd mikor 12 éves, 14 éves voltam, akkor áttartottam a reformátusokhoz. Tulajdonképpen reformátusnak kereszteltek meg, de oda se jártam át. És akkor, hogy annyira noszogattak az osztálytársaimnak a szüleik, hogy nehogy olyan szintén fordulok az osztályon, hogy én nem kártékos, én nem konfirmálok. Nem a belső meggyőződésemből, hanem a külső nyomás hatásával beálltam én is a sorba. És úgy konfirmáltam. Megerősítettem azt a hitet, ami tulajdonképpen nem tudom, már nem volt benne.
tehát felszínesen. Válaszom azt, hogy követem az ördögét. És akkor egyszer, vagy kétszer elmentem, vettem egy urvacsorát, mint urvacsorázó református gyülekezeti tart, és ott hagytam. És elfártottam, és elfordultam a Istenhez. És ami azután következett, a szörnyűbasztusúrök. De amikor visszagondolok, hogy a senki, a semmi, mint én, kijelentem az udvarra, és felemeltem az ötöm a szép felé, és áltoztam a jó Istenet. Az Úr kegyelme, hogy nem csapott azonnal, adom egy pillanatot, mert megérdemeltem őket. És nem mondtam, nem sorolhatom fel a bűnöket, mert annyi volt, mint a tenger. És nem tudtam megtérni, nem fogadtam a szemangézés állását hívást. Teherautókkal mentek tőlünk gyaltával, várat, amikor Billy Graham amerikai jelenbűnöse volt. Teherautókkal jöttek ide Aradra, amikor Billy Graham itt evangélizált. De én nem voltam az Isten. Ennek, amikor fotballozni jöttünk Simonyi Palmára, az első voltam a teherautóban az Isten. És aztán kellett jönni egy olyan csapás, ami megváltoztatta az életem. Ketté törte részre az életem. Miután megnősültem, és két éve már házasodott voltam, Kolozsváron dolgoztam a nehézgépgyárban. Akkor volt egy halálos kimenetű balesetem, munkabalesetem. Villanyszerelőként dolgoztam, éjjeli váltásban voltam, transformátornál kellett valamit, el kellett volna csavagat egy csavagat. A kollégám részegen jötte, az volt már a harmadik este a 26 héten, addig fedezte, megedül, ben voltam a kombinálban, nem lett volna csavagat. És azt mondja nekem, hogy nem teszem én meg, nem csinálom én ő helyettől azt, ami az ő munkája lett volna. Mondom nekem mindig. Na akkor beálltam én, odaálltam én helyette, ő adta nekem a felszállat, szétakottam a villanylámpát, hozzányúltam, ki akartam csavarni, egyet nyomtam, másodjára, amikor nyomtam, akkor jött egy áram, mikróbórára, visszajött. Egy hatalmas robbanás lett megint. A porcelán szigetelék olyan pohárnyi alakú és vastagságú porcelán szigetelék megolvadt akkorá lett, mint egy kis almóka, mint egy almácska. A homokszemek látszottak a porcelán hely. Na most a kulcs oda helyett a villanyára művettem átment a 6000 volt. De ugyanabban a pillanatban, amikor a villanyában ért, akkor a robbanás pedig kirepített az áramadót. A könyökömmel hozzáértem a fény szerkezethez, és ott ment ki az áram. Az Úr úgy akarta életedet. Aztán másik 24 évet még bolyantam a világban. Nem mondom azt, hogy a családom tönkrement. A balesetem után két év múlva feleség. Aztán újra nősültem 13 évvel is, 13 és végelet előttem egy második feleségem. Mikor a leányjal az egyetemet befejezte, akkor onnan is mennem kellett. És amikor annyira elmondott a életem, hogy már nem tanáltam semmi támpontot, akkor kezdtem keresztül.
Bibliát elhoztam gyakára. Az még apám kapta az egyik hívő testvérnőtől. De ott állt a polcon testvére, 13 évig én azt a kezemben nem vettem egyszer sem. Akkor letörösen a polc. És akkor kezdtem olvasni. És akkor, ha egy órakor éjjel érkeztem meg Aradról, haza, akkor is olvastam az igéből, és az ige szólt hozzá. De még telt az idő. És alig 48 éves korban fogadtam el az Urat. Az Úr megkegyelmezett, és örülök, hogy ti már elfogadtátok az Urat fiatal korotokban. Hála ezért az Úrnak. Testvérek, maradjatok meg az Úr mellett mindvégig, akármilyen probléma is, akármilyen nehézség. Az Úr megígérte, hogy velem és veletek, és velünk van. Ezzel bízva tudjuk, hogy itt azt a földi pályát megfutjuk, és utána együtt leszünk majd a mennyben. Az Úr segítsen meg erre engem is, mindnyájunkat. Amen. Amen. Zenekar szolgálatát kérjük, és amíg van rövid élő bizonyság is.
csak 35 éve Isten kegyelméből, igen, hamar nagy jó lettem, 14 éves koromban úgy éreztem magamat, hogy valóságban jól már ember vagyok, nem is tudni, hanem teljes ember. Jó erőben voltam, úgyhogy a Sipri Gépnegy alkalommal véregetik össze az erőnket, hogy ki tudja, hogy nagyon súlyt fölemelni, és nem volt én csak az, aki többet fel tud emelni súlyban, mint ahogy én fölemeltem. De minden tekintetben így volt. Hamar a bűnnek szolgálja lettem, rabja lettem a bűnnek. Nem volt önuralma, nem tudtam uralkodni önmagamnak, semmiféleképpen. A munkára, a gazdasági adminisztrálásra nagyon alkalmas ember, fiatal voltak. Akárban megbízhattak szüleim, akármely bűnnek a rendezésre, volt szilvar, volt szilánság, akkor politikóta rajon polottan. Minden egyes hivatalos ügyben alkalmas voltak, de a bűnnek szolgája voltak. 16 éves koromban én meg is nősültem. Nem volt önuralmam, és szerettem, hogy véget adjak annak az életnek, aminek élet volt már értem. Volt egy eset akkor, amikor a lakásból kimentem, az egyik este nagyon szép csillagos idő volt, megálltam az udvaron, és fölnéztem az égre, és azt mondta, uram, meddig lesz még az én életem ilyen formában, mint ahogy van. Nem történt még akkor megújulás, megtérés az életemben. Feleségemmel házasságot kötöttünk. Jó házassági életünk volt Isten kegyelméből. 63 évet éltünk, mint házas életet idáig. Mikor a katonaságot bejutottam, szintén a sátán annyira szeretett volna birtokába venni, amit elmondtam már itt a testvéreknek is, hogy az ezrednek, a tengerész ezrednek Surinán én főszakásra voltam, amihez tartozott egyszer az UNTAG 1000 tagú katonaság, azon kívül még, akik kim voltak telepen, őrségben együtt 2400 katonaság tartozott hozzá. Nagyon eszesen viselkedtem akkor, és annyira tiszteletre is voltam tartva, hogy a 2400 ember közül senkinek nem volt nagyon egysülete, értéke, mint hogy nekem volt. De annyira a lehetőnk a gonosz ellensége, kívánt volna megint Jézusába benni, hogy nem lehetem kimenni a városba. Emlékszik rá, hogy én főnököm egy főhadnagy volt, és mindig nem voltam a konyhán, és egy alkalommal ő volt a szolgálatos visz, és mondott el, hogy menjék a városba, én is ne legyek mindig itthon, benne a Trinidadéban. Nem megyek. De miért nem megyek? És mit találtam mondani, hogy nincsen pénzem? De hogy nem volt pénz, nem volt pénzem. Én azt mondom, hogy begyúr a buszáját, és kívül, hogy tessék, hogy meg. Mondom, hogy tessék, hogy van pénzem, de nem akartam. Amikor kimentem, azonnal körülvettek ott a lányok, és szeretek volna bőnre tényszeríteni. Nagyon sok lány volt benne az unitárgyéban, az irodán. Sokszor jöttek így, akkor is, amikor víz nem kellett. Úgy óta magamat, hogy őrizzem meg az áldott Isten, hogy valamiképpen megjelentülvesse. A másik pedig az volt, hogy szerettek volna beszerződni, mindenféleképpen maradjak vissza. Ettől is Isten megóvott engem, nem maradtam vissza a seregbe. De miután a következő évben leszerettem, itten ez egy nagyon fontos dolog, amit nagyon figyeljek meg. 1959-ben a Jóisten 3,5 hónapig elvett a szemből az alvást, és olyan vándorlás alá kerültem, hogy gondoltam, hogy ketté szabad a testem a vándorlás mint. Isten, mivel látjuk azt a képet ott, amit a kiveket is, úgy vesztettek előttem gyermekkorom óta egész életemnek minden életem. És annyira vádolt a lelki ismeretem, és annyira éreztem magamat, hogy el vagyok károsban,
amiatt a tettek miatt, amit én elkövettem egész attól, egész odáig, írtam, két gyerekünk akkor már megvolt, két nagyobb fiú, szép jövőnk volt, jó kis gazdaságunk volt, jó családi tűzhelyünk volt. Azt mondta, uram, ha nem könyörű szartam, túl adok az életemben. De az Úr nem engedte meg azt, hogy tudjak az életemben, de tovább bántolhatott az igény keresztül, akárhol nyitotta meg a Bibliát, egyedül csak magamat láttam meg a Bibliának. Emlékszek rá egy adott alkalommal, 3,5 óra után azt mondta, uram, bementem a lakásba, ha nem adsz nekem tanácsadást az igény keresztül, felolnám, ebből az állapotból leszámolok az életemben. Amikor bementem, elvettem a Bibliát, megnyitottam, a 32. Zsoltár részre találtam. Boldog ember az, akinek bűne megbocsátva és álmossága elfeledheti. Még elhallgatnám az én bűneimet, megadtam az én csontjaimat a nap estékor a jargatás miatt. Mikor az 5 ígéretet elolvastam, itten egy kulcsfordulás történt. Mint a soha egyáltalán tűz, nem követtem volna el. Teljes szabadságot nyertem. Felugrottam, mint egy őzége, és lettem a Bibliát a kezemben, és kimentem a utcára, kivel találkozott, így tudjátok, hogy kiről van szó, elkezdjek. Gálterű testület, éppen jutottam végig az utcán, és ővel találkoztam. Együtt jó barátok is voltunk, mi? És olvasom neki a Bibliát, hogy nézem, nem történt így valami? Nálam, hát ő nem látott ilyesmit. Örömömben olvasom az ígézést, és kezdtem elrekedni körben. Hát elkerülje nem nagy város, egy kicsi kis város van. Nagyon kicsi, még bőven sincsen. Hát elég úgy kárgatlan pászán. Aztán a következő nap mindenki tudta, hogy nálunk történt meg ugyanaz megtérés. Szerdán este, ez volt hetőn, szerdán este mentünk az imádban. Sikos eső, aki a diákonos volt, oda jött mellé, János testvér, fogad el az isteni tiszteletnek a szolgálatot. Hát olyan örömben volt, és annyira tenni voltam, hogy nem tudtam azt mondani, hogy nem fogadom meg. De soha meg egy imóhelyzetben vezettem. Hát annak előtte akkor, amikor elkezdte, ahogy mondottam, a testvéreknek már, amikor ültem a hadnak a belső részén, és elkezdte a hűség ottan, imádkozott az én szívámmal, így lehet. A kérdés, mit tudjak imádkozni én rendetlen, megkérdezem életem, mit tudjak mondani Istennek? De egy olyan erőt kaptam, akkor felmentem a szószékre, nem volt nálam semmi más, se igét nem talált, hazulra nem úgy jött hogy igét keresek. És fölmentem, megnyitottam a Bibliát. Tudjátok, hogy milyen árát kaptam a fotót? Nem emberektől vettem, mint a mai igék, nem emberektől vettem az igét, a tanítást. Isten egy óráig úgy töltötte az ige áldását, hogy nem kellett gondolkozni, csak mondja az igét. És az egész gyülekezet hatására kellett azért, hogy még nem láttam az elkezdi gyülekezet még csak egyszer egy olyan alkalmat, akkor, amikor az egész gyülekezet hírt és zombolt. Isten kegyem által én voltam az a legelső gyülekezet akkor, abban az időben, akkor, amikor megkérhettem. És ennek az alapján az elkezdi gyülekezet nagy változáson megtett. Hála legyen az házat Istennek, hogy az ő igényének igazsága van, ereje van, megmentő szeretete van mának is. És azért is hálásak, hogy eljöhetünk ide, és Isten se a mánosnak a szépsége, a gyönyörűsége, a mulandósága, a gyönyöre nem kerített padrás alá. Tehát ne tartottam az úrban, legyen áldozat az életre. Amen. Amen. Közösen fogunk énekelni.
evangélium erejével és hatalmával kapcsolatosan folytatni lehetne a bizonyságtételek sorozatát. Bizonyságtételek fellege vesz körül minket ezen a téren, a Szentírásban, aztán a keresztény egyház történelmében, és úgy hiszem, hogy a mi életünk történelmében is, ha visszatekintünk, tapasztaljuk Isten ima meghallgató kegyelmét, aztán az evangélium munkáját, ahogy természet feletti módon, csodamódra megváltoztatta a mi életünket. Csupán egy ilyen rövid történetet szeretnék megemlíteni, hogy volt egyszer egy híres színész, aztán egyszer, amikor egy olyan szerepet kellett eljátszodjon, amiben Jézus szerepét játszotta, és ez a szerep nem egy valami Isten dicsőítő történetről szólt, hanem éppen fordítva, megpróbálták Jézust kifigurázni, meg a Szentírást, és hát két sort kellett volna felolvasson a Bibliából, utána pedig folytatták volna az ő humoros kis történetüket, de ahogy az előadás közepén ott a nagy hallgatóság előtt kezébe vette a Szentírást, és ahogy elkezdte olvasni a boldog mondásokból, hogy boldogok a lelki szegények, aztán a másodikat, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, akkor valami megmozdult a szívében, és nem tudta félbehagyni, és nem tudta úgy folytatni, ahogy megtanították, hanem tovább olvasta az igét, hegyi beszédet és a boldog mondásokat végig, majd eszébe jutott egy gyermekkorában hallott és tanult mondat a templomból, Szentírásból, hogy és akkor azt is idézte és felkiáltott, hogy Uram, emlékezzél meg, amikor eljössz királyságodban. Többiek lábukkal dobbantottak már, reszelték a torkukat, de ő csak olvasta, felolvasta és megváltozott az élete. Aztán utána átadta az életét és Isten szolgája, Isten követője lett és megváltozott az élete. Isten képes egyetlen igeverset, egyetlen szót felhasználni egy traktátuson, egy telefonban elmondott igét, vagy egy futó, rövid találkozás alkalmával elmondott evangéliumot, egy picinke igemagot felhasználni arra, hogy az nagy fává nőjön és életeket változtasson át. Mikor ilyen történeteket olvasok, eszembe jut, hogy vajon miért van mégis az, hogy az igét nagy tételben kapjuk sokszor, ott van előttünk az ige raktár, és olyan nehezen kell ki egy-egy igemag. Talán nem elég fogékony a szívünk, vagy nincs elég megmunkálva, vagy nem éltünk át elég próbát, hogy Isten igéje elvégezze az ő hatását. Mert biztos, hogy nem Isten igéjével van a baj. Isten igének a magva termőképes, és nem Isten keze rövidül meg, mint ahogy az Ószövetségben is a prófétán keresztül elmondta, hanem a mi bűneink választanak el őtőle. Erre van szüksége, hogy az imaórán már imádkoztunk ezért, hogy Isten megújítson a bűnbocsátó kegyelme által. És ő kész adni a megújulást, nem tőle függ, de ha megalázza magát az én népem, ha megalázkodunk, akkor igenis kész a bocsánat, mert a töredelmes bűnbánó szívet Isten nem veti meg. És hogyha így jövünk az ő színe elé, akkor kész a megújulás, kész a megerősödés, Istennél kész a gyógyulás, az áldás, és nem vonja vissza, nem tartja vissza azokat. Röviden összefoglalva a Bibliaóránk igéjét, témáját, az evangélium természetével kapcsolatosan Pál apostol saját példáját hozza, és írja le a Galáciában élő gyülekezeteknek, mert egy olyan tartomány volt ez, ahol több gyülekezet is élt. Miért is írja ezeket, és miért hozzakodik ő elő éppen egy ilyen elvont fogalommal, hogy milyen isteni természete van az evangéliumnak? Hát éppen azért, mert erre volt szüksége azoknak a gyülekezeteknek. Erre volt szükségük. Az első részben olvasunk arról, hogy eltértek az evangélium egyszerű üzenetétől, eltértek az Úr kegyelmétől, és megzavarták az ő hitüket, hamis tanítók, amikor azt kezdték hirdetni, ők pedig kezdték elfogadni, hogy hát cselekedetekből üdvözül az ember, meg a törvény betartásából, és az egyszerű evangéliumot kezdték elbonyolítani saját maguk számára, saját maguk vesztére. Ezért írja az apostol, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. És aztán beszél az evangélium hatalmáról, természetéről, amiről négy megállapítást is tesz. Első,
hogy ő maga az evangéliumot, amit átélt, nem csak találkozott azzal, nem csak hallott róla, hanem átélt, ez nem emberektől ered. Ennek a forrása nem emberi forrás, nem emberi elme, még csak nem is emberi szív, nem az emberi történelem, az emberi tudás, az emberi képesség, nem emberi produkció vagy találmány, úgy ahogy más írásában is Pál apostol írja, hogy mi nem mestergélt mesékkel, vagy emberi szóvirágokkal, szónoklatokkal kápráztattunk el titeket, mert nem is ez volt a célunk. Megtehették volna, de mégsem tették. Azért, hogy Isten ereje még jobban ragyogjon, az egyszerű evangélium még jobban tündököljön, ami elsősorban nem emberektől származik. Ez az első megállapítás a Pál apostolnak. Másodszor, ő maga sem embertől kapta az evangéliumot, hanem direkt módon vehette át. Miért volt ez téma? Hát azért, mert az ő idejében voltak némelyek, akik kétségbe vonták az ő szolgálatának hitelességét, kétségbe vonták még jobban az ő apostolságát, hogy hát ő nem is apostol, nem járt az Úr Jézussal együtt, mint a tanítványok, nem is találkozott Jézus Krisztussal, mondták talán némelyek, de igen, mégis találkozott. És személyes bizonyságtételében többször elmondja, le is írja, hogy hogyan találkozott Jézus Krisztussal, és utoljára, ahogy ő írja, mint egy koraszülöttnek, mint egy idétlennek, nekem is megjelent, és személyesen megszólította őt az Úr. Ismerjük az ő történetét, az ő elhívását, hogy hogyan vette ő át ezt az evangéliumot. Nem embertől kapta, harmadszor, nem tanítók révén jutott el ő hozzá az evangélium, amit prédikált, nem könyvekből olvasta ki, és gyűjtött tudást, nem iskolába járt, vagy egy rabbihoz, úgy, ahogy abban az időben szokás volt, hogy aztán évek alatt tőle átvegye az ő elméletét, tanítását, hanem negyedszer az evangéliumot Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kapta. És itt van a lényeg, itt van a hangsúly, és ez ad választ arra, hogy milyen természete is van az evangéliumnak. Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából jön, tehát isteni természete van. Mi is újjászülettünk, ebből az isteni magból születtünk újjá, isteni természetből, így mi is isteni természet örökösei lehetünk. Részesei vagyunk az evangéliumnak. Nem csak az evangélium, nem csak olyan értelemben, hogy az evangélium a miénk is, hanem mi is része vagyunk ennek az evangéliumnak. És az evangélium birtokol minket. Úgy, ahogy Isten szent lelke nem csak bennünk van, és a miénk, hanem mi is az övé vagyunk. Ő rendelkezik velünk. Mennyire járja át és hassa át az én egész szívemet, gondolkodásomat ez a természet feletti evangélium. Mennyire látszik meg az én beszédemben, hogy az nem olyan hétköznapi, világi, emberi, hanem abban van valami különleges, valami természet fölötti. Az én gondolkodásmódomban, megjelenésemben legyen ott ez a drága evangélium, munkálkodjon és tegyen bizonyságot, ha kell szavakkal, ha kell szavak nélkül, hogy igenis a mi életünknek értelme és célja van, és ebben ott van valami, ami nem emberi. Mert mindaz, ami emberi, az múlandó, az elromlik és tovatűnik. De mindaz, ami Istentől származik, az örök. Örök ige által születtünk újjá egy örök életre, örök evangéliumra építhetünk, és így örökké megmaradhat a mi házunk. És úgy, ahogy Pál apostol születésétől kezdve kiválasztotta Isten, aztán elhívta Isten, azután pedig Isten kinyilatkoztatta önmagát Pál apostolon keresztül, olyan szép ez a kifejezés, és elküldte, hogy legyen eszköze, hordozó edénye az ő evangéliumának, és hirdesse azt a pogányok között. Hát az evangélium számunkra is azért lett kinyilatkoztatva, hogy ilyen hordozó edényei legyünk, mint cserépedények, hogy vigyük ezt a drága kincset, ezt a drága gyöngyöt. És ne szégyeljük Isten evangéliumát, Isten hatalmát, hanem legyen az bennünk és általunk Isten ereje, mely világokat mozgat meg, amely elsöpör minden gátat, Isten evangéliuma, amely a jó hírt hordozza, a bűnbocsánat kegyelmét, az örök életre való meghívást, és legyen a mi életünk, akiben és akin keresztül
ez a kinyilatkoztatás tovább árad, tovább folytatódik. Jézus Krisztus azért jött el, hogy kinyilatkoztassa számunkra az Atyát. És azért hívott el minket, és azért választott ki születésünktől kezdve, sőt már azelőtt, a világ megalapításától kezdve Jézus Krisztusban azért hívott el, hogy legyünk mi is hirdetői az ő dicsőségének. Befejezésül pedig ragadjon meg ez a gondolat, hogy legyünk mi Isten dicsőítői az evangélium által. Hogy dicsérjük Istent ezért a nagy evangéliumért, és mások is dicsérjék Istent, amikor látják bennünk Isten evangéliumának munkáját, és ne legyen bilincsekbe zárva, hanem szabadon hirdetve. Pál apostol mondja, hogy de Istennek beszéde nincs bilincsbe zárva. Ő ugyan bilincsek között szenvedett, de az evangélium tovább terjedt. Legyünk mi tovább vívői Isten munkájának, hogy ne álljon meg az én állam. Mert hogyha valaki nem viszi tovább Isten igéjét, Isten kiválaszt valaki mást, az ő munkája tovább terjed, de ne legyünk ennek akadályai, hanem legyünk igazi hordozói, megvalósítói és igazi tükrei ennek a drága fénysugárnak, az evangélium kinyilatkoztatásának. Amen. Amen. Zenekari számot kérünk még. Thank you.
a szívünk ezen az ünnepnapon, amikor együtt lehetünk itt a testvérekkel. És mivel tudomásomra jutott, hogy délután már nem együtt imádjuk az Urat itt az Úrházában, az Úrnapján, ezért szeretnénk most megragadni a lehetőséget és köszönetet mondani kedves Erkedi, Szilágyi Erkedi testvéreinknek, akik segítő jobb kezet nyújtottak nekünk, és nagyon jó volt és szép volt a zenei szolgálat is, marasztanánk délutánra is, hogy délután is tovább folytassuk az ünnepi hangulatot, és marasztanánk akár azután is. Maradjanak a testvérek, ugye hely van, munka van, és de az Úrnál van ez is, és mindenkinek megvan a saját harc területe, a saját munka területe, ahova az Úr állított, ott álljatok helyt, abban a családban adja az Úr gazdag áldását, abban a gyülekezetben, ahol szolgálnotok kell, adjon az Úr sok kegyelmet, és legyen készségetek a szolgálatra, otthon is, és bármerre vezet az Úr, vagy ha még úgy indít, hogy újra találkozzunk itt, ezen a helyen, és együtt lehessünk az Úr kegyelméből, és építsük Isten országát, ezt is nagy örömmel fogadjuk. Egyben szeretnénk megragadni azt arra is a lehetőséget, hogy újból megköszönjük a kedves testvéreknek a pénzbeli támogatást, ami az Erkedi gyülekezet részéről, a célgyűjtést, amivel segítettek. Nagyon hálásak vagyunk ezért is, és az Úr áldjon meg minden adakozót gazdagon, az ő gazdag kincses tárából. És megkérném most Gál Bálint testvért, az Erkedi gyülekezet előjáróját, hogy jöjjön ide előre, és egy igeverssel is szeretném őket köszönteni, és egy meleg testvéri készfogással útjukra bocsátani. Gyülekezeti kapcsolatot úgy gondolom, hogy különösebben nem kell munkálni, mert hát testvérgyülekezet vagyunk, vagy szinte nevezhetnénk anyagyülekezetnek az Erkedi gyülekezetet, hogyha arra gondolunk, hogy gyülekezetnek legalább fele vagy több, mint fele onnan abból a fészekből származik, és jöttek ide, hiszük, hogy ez is Isten tervében van, és így van ez jól. És itt a nemzeti szórványban, ahol ugyan nem sokan vagyunk, nagyon jól fog minden kis segítség, és nagy bátorítás számunkra a testvéreknek a jelenléte és a támogatása. És olyan jó volt látni már ezen a héten is, ahogy felbátorodtunk együttesen, és többen is a gyülekezetből, és nagy örömmel tudtunk együtt munkálkodni. Hát legyen ez így továbbra is. Az első korintusi levél 15. rész 58. verset bátorítson. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Amen. Köszönöm szépen. És egy szimbolikus ajándékkal is szeretnénk emlékeztetni a testvéreket az itteni munkára, az itteni közösségre, gyülekezetre, és legyen ez a csoport számára, munkacsoport számára egy ilyen kis szimbolikus emlékeztető. És imádkozzunk tovább is egymásra. Megletett az ajándék. Nem, azért jöttünk, hogy már leszedjük itt a papírt, csak a Magyarországban akarunk. Ez még nem jutalom. Papírt szedni. Hát nagyon szépen köszönjük, és aztán hazaviszük, és kitesszük valahova. Vagy, ez a igen, csoportnak szól, hát itt vannak is. Igen. Hát megragadom az alkalmat, és nagy kiváltságnak tartom azt, hogy mi itt lehetünk és dolgozhattunk. Amennyit dolgozhattunk, vagy ha valamikor gyűjtöttünk, akkor hogy gyűjthettünk a testvérek részére, mert itt imaházat építenek, hát egy nagyon szép munka. Hát megvallom, hogy jól esett nékünk is valamikor, valakik besegítettek akkor, amikor imaházat építettünk, vagy később, amikor pásztori lakást, vendégszülős termeket, vasárnapiskolási termeket építettünk, nagyon jó esett a segítség, és jól jött. Hát szívből segítettük a testvéreket. Tartsanak ki,
nagyon szép munka, amit elkezdtek, és majd amikor vége lesz, akkor majd meglátják, hogy mennyire érdemes volt dolgozni. És én bátorítanák, vagy utítanák mindenkit a munkára. Olyan 15 évig, lehet még többet is építkeztünk, aztán volt, hogy megfáradt a gyülekezet. Én igen-igen a lelkipásztori munkában kellett, a lelkipásztori lakásban, annak a részlegnek a munkájában buzdítjam a testvéreket, akkor lettem én már vezető, amik az imázat építettük, akkor csak nagy szeretettel munkálkodtam ottan, amit tudtam. Addig a Szent Jóska testvér vezette a munkát, meg ő buzdított bennünket a munkára. De voltak olyan alkalmak, jut eszemben az építkezés ideje alatt, amikor úgy széthullott már a nép, megfáradt. És ha egymást buzdítottuk újra az összefogás a munkára, aztán nagy nehezen összeszedtük magunkat, és végül ugye befejeztük úgy az imaház építését, mint a lelkipásztori lakás, menyegzőstelen, meg a vasárnapiskolási termekről, de még nem nagyon szeretnék beszélni, ott még mindig lenne munka. De hála az Úrnak, hogy azt, amit elkezdtünk, azt befejezhettük. És tartsák a testvérek kiváltságnak azt, hogy dolgozhatnak az Úr munkájában. Tehát, hogy előtt olvastam egy idézetet, egy kis lapból, ott az volt, hogy nem minden adakozó hívő, de minden hívő adakozó. Hát legyenek ilyenek a testvérek. Amen. Igen. Hát sokat én nem mondok még annyit hozzá, hogy köszönjük majd, ha hazamentek a testvérnőknek, a családoknak is, hogy megengedték, hogy eljöjjetek. Kisgyerekek, fiatalasszonyok, munka, de van egy fontosabb most. És köszönjük nekik is. Vigyétek gyülekezetünk szeretetteljes köszöntését. És imádkozzatok értünk. Mikor mi eljöttünk sokan onnan, akkor ott körülbelül ennyien maradtak. Most vannak több mint 200-an. Az Erkedi gyülekezet imádkozzon azért, hogy mikor mi lesz, készen lesz, az Úr mozgassa meg ezt a tájat. Hogy legyenek megtérések. És a titeket is erre vezet az Úr. Akkor tudjátok, hogy itt van Istennek egy háza, ahova úgy jöztök, mint haza. Ha itt kaptok munkát, vagy lehetőséget, vagy az Úr erre irányít, erre a bánáti, ahol a bánáti tájakra, ahol a magyarság most pusztul, és általatok akar új vért önteni az Úr ide, úgy testileg, mint lelkileg. Ide úgy jöjjetek, mint haza, bármikor legyen így. Amen. Közösen énekelünk záró éneket, az első énekversnél adományunkkal is szolgálunk az Úrnak, utána pedig fönnállva.
mai napért. Köszönjük, Urunk, hogy itt voltál közöttünk, és köszönjük, hogy Te itt maradsz. Köszönjük, hogy a Te evangéliumod és annak ereje velünk marad. Szeretnénk, Urunk, ezzel táplálkozni, ezzel betöltekezni, és így megszentelni nevedet és dicsőíteni Téged egész napon. Köszönjük, Urunk, testvéreinket, akikkel együtt dicsérhetünk, szolgálhattunk Téged a kétkezi munkával, és a dicsérettel, énekléssel, zenéléssel. Kérünk, Atyánk, hogy őrizd meg és áld meg őket útjukban, és ott, ahol állítottad, ahova helyezted őket. Kérünk, áld meg egész közösségünket, hogy bele ne fáradjunk a jó munkába, hanem mindig új erőt merítve tudjuk egymást bátorítani, biztatni. Kérünk, áld meg Istenünk a családi körben is, amikor együtt leszünk, hogy a Te örömöd és békéd folytatódjon és növekedjen bennünk és általunk. Amen. Amen. Az Úr közel. Jövel, Uram.